Arra Kovács Attila a vendégünk, akit én uniós szakértőnek apostrofáltam a bemutatáskor, már legalábbis a témák bemutatásakor, de most fölhívta a figyelmet arra, hogy ő külpolitikai szakértő, de azt gondolom, hogy az unió valahol a külpolitikával mégiscsak összefügg. És nem véletlen az, hogy ön jegyzi ezt a közleményt, ami az egykori demokratikus ellenzék tagjainak a nyilatkozata. El is mondom, hogy kik az aláírók, hogy mégis a közönség tudja, hogy kikről is van szó. Demszky Gábor, Haraszti Miklós, Hodosán Róza, Iványi Gábor, Kennedy János, Konrád György, Magyar Bálint, Mécs Imre, Radnóti Sándor, Rajk László és Szilágyi Sándor. Mondhatjuk tehát, hogy a régi SZDSZ-nek az úgynevezett kemény vagy ős magja fogalmazta meg ezt, vagy vállalta aláírásával azt, hogy egyetért ebben. Ennek a lényege az, bár a címe az, hogy beleszóljon Európa a dolgainkba, ahogy én elolvastam a lényegét, én abban látom, hogy megszületett a Tavares jelentés, amely meglehetősen súlyos kritikát fogalmaz meg Magyarországgal szemben a negyedik alkotmánymódosítás kapcsán, de nem csak azzal, hanem tulajdonképpen végigviszi 2010 óta az Orbán kormánynak mindazokat a lépéseit, amelyek a jogállam lebontása felé vezettek. És erre a Tavares jelentésre mondta azt Mesterházy Attila Brüsszelben, hogy ő arra utasította a szocialista képviselőket, hogy ne írják ezt alá, mert azt kérte az Brüsszelben az európai vezetőktől is, hogy ne Magyarországot büntessék az Orbán kormány miatt. De hát az Orbán kormányt, mint kormányt nem tudja büntetni az Unió. Nem ilyen egyszerű a dolog. A helyzet az, hogy mint a magyarok 99%-a, én sem olvastam kezdetben a Tavares jelentést. Amikor, pedig hozzáférhető. Abszolút, abszolút. Amikor meghallottam Mesterházy Attilának a nyilatkozatát, akkor rögtön letöltöttem és elolvastam, és elcsodálkoztam. Ennél nagyszerűbb összefoglalót, mindarról, és mélyebb összefoglalót mindarról, hogy mit tett az Orbán rendszer. Az Orbán rendszer lényegének az ilyen definícióját nem kaptam másod meg, mint ezt. Intellektuálisan rendkívül magas színvonalú, ráadásul igaz. Nem tudom, hogy lehet elvszerűen úgy politizálni, hogy egy ilyen dokumentumot, ami nem Magyarországot támadja, hanem a magyar kormányt, kifejezetten a magyar kormányt, hogy lehet kompromitálni azzal, hogy nem fogjuk megszavazni. Ezt én az MSZP elveinek a feladása, baloldali elvek, az ellenzéki elvek feladásának látom. Miért? Egyszerűen azért, mert az MSZP-nek egy európai identitása van. Ennél a pártnál mondjuk az SZDSZ-en kívül senki nem tett többet, az SZDSZ-el együtt ez a párt tette a legtöbbet azért, hogy ez az ország bekerüljön az Európai Unióba, és ma ez a párt az egyike annak a politikai csoportosulásnak, amelyik mindent megtesz, hogy még megmentse valamelyest az Európai Uniónak a tisztességét itt Magyarországon. Mert annyian támadják. Na most egy ilyen kijelentés szerintem teljes elvtelenség, plusz szerintem hiba is. Nem csak bűnde hiba is, ahogy mondják, mert egyszerűen ezzel az MSZP besétál egy olyan értelmezési mezőbe, ahol a Fidesz legyőzhetetlen. Legalábbis azokkal az eszközökkel nem tud élni az MSZP, amely tisztességes politikai légkörben vagy játéktéren használható. A Fidesz nem használ tisztességes eszközöket, ezt igazolja az is, hogy a Tavares jelentést azonnal hazugságnak, méltánytalanságnak mondta. Ez meg nem... annak, hogy ez gyakorlatilag oda vezet, hogy alkotmányos gyarmatosítást akar elérni ez a zöldpárti képviselő, és ezt akarja áterültetni az Európai Unión, hogy az majd forduljon ellenünk. Én már lelki szemeimben látom a következő békemenetet, amely majd újból itt masíroz, hogy nem leszünk gyarmat, nem már... leszünk alkotmányosított gyarmat. Ma már azt ígérték, hogy majd Brüsszelben fognak vonulni. Igen. Hát, tudjuk. Ott sokan vonulnak, minden héten többször is vonulnak különböző emberek. Szolgálhatok egy rossz hírrel. Mindaz, ami le van írva a Tavares jelentésben, szándékait illetően, messze menően egybeesik, vagy legalábbis nagyon közel áll mindahhoz, amit mondjuk a néppárti Barroso elnök is vall, és gondol ezekről a dolgokról. Számtalan esetben ennek hangot is adott, felől ne legyenek kétségeink.
Na de hát őt is úgymond a baloldal irányítja legalábbis a fideszes propaganda szerint. Már vannak olyan néppártiak is, akik a baloldal befolyása alá kerültek. Nos, a helyzet az, hogy hát ezt ne higgyük el, már csak azért sem, mert egyre inkább kezdik nyugaton legalábbis mindenképpen, de úgy látom, hogy itt Magyarországon is azok, akik igazából konzervatív vagy jobboldali elkötelezettségűek, hát nagyon kellemetlenül érezni magukat. Ez evidensen látszik azokból a szövetségesi reakciókból, amelyekkel reagálnak Orbán különböző kijelentéseire vagy politikai manővereire a testvérpártok, a néppártban lévő testvérpártok, a nyugati olyan kormányok, amelyben a konzervatívok dominálnak. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy itt egy minőségi változás van, kezd uniszónóvá válni, tehát egy hangon szólni az Európai Unió arról, ami Magyarországon történik. És hogy rosszul... És ebben lehet, hogy ha már ilyen zenei szót használt, hogy uniszónó, akkor ebben meg a németek játsszák a vezérszólamot. Abszolút. Abszolút, ahol ugye minden napra van egy olyan politikai megnyilatkozás, ami nagyon kellemetlen a Fidesznek. Egyébként épp a mai Die Weltben arról a kettős mércéről írnak, a konzervatív Die Weltben, amit a magyar jogszolgáltatás úgymond mutat, amikor elítélnek olyan romákat, akik rátámadtak gárdistákra, miközben a fordított jelnek nem történik meg. Nos, visszatérve azonban az MSZP reakciójára, azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy hát ugye érződik, hogy ezzel a ne szavazzunk, vagy ellene szavazzunk jelentéssel nagyon sok olyan baloldali, illetve ellenzéki támogató tud elidegeníteni magától a párt, akik egyébként megvékeltek azzal, hogy erre a térfélre szavazzanak, még hogyha nem is ideológiailag itt elkötelezettek, csak azért, hogy Orbánt leváltsák. Ez az egyik része a történetnek. És ugyanakkor szerintem öngól azért is, mert Európát hozza nehéz helyzetben ez egy ilyen nyilatkozat, egy ilyen nem támogató nyilatkozat. Miért? Ha a Tavares jelentést elolvassuk, mindenkinek ajánlom ismét, 36 oldal kibírja, és nagy élmény. Ha ezt elolvassa, akkor látni fogja, hogy ez az anyag nem egyszerűen Magyarországról szól. Ez az Európai Unió jövőjéről szól. Arról, hogy milyen kell legyen az Európai Unió, amelyik nem egyezik ki ilyen kormányokkal, amelynek valamilyen úton módot megoldást kell találnia arra, hogy megakadályozza a bizonyos kormányokat abban, hogy lebontsák a demokráciát. Az nagyon érdekes ebben a kiáltványban, hadd fogalmazzak így, ami a kiáltvány vége felé olvasható. Ezt idézném is, hogy az Unió valaha arra vonzó illúzióra épült, hogy önként vállalt érdekközösség, értékközösség lesz, amelyben a demokratikus normákat nem szankciókkal kell kikényszeríteni. Ezért az Unió eszközrendszere ma alkalmatlan arra, hogy az önként vállalt demokratikus politika hiányát jogilag szankcionálja. Ezzel kapcsolatban hadd világítsam meg ezt a mondatot. Az Európai Unió azért alkalmatlan erre, mert neki csak olyan lefektetett, tehát jogszerűen lefektetett módszerek állnak a birtokába, amelyek arra konszenzusra épültek, hogy ugyan lehetnek kis devianciák, de ugyanazon a rendszeren belül működik az az ország, amelyik ide belép. Na most Magyarország már nem ugyanazon a rendszeren belül. Itt nem elfogadott törvények megszegéséről van szó. Itt lehetetlen törvények megalkotásáról. Ez itt a probléma. Meg az elfogadott, meg az uniós törvények szellemével való szembe menet, erről van szó. Tehát én értem, hogy az unióban tulajdonképpen, hát most nagyon rosszul fogok szólni, hápognak azon, hogy itt mi történik azokkal a jogszabályokkal, amelyeket a magyar parlament a kétharmadnál fogva megszavaz, amelyek teljesen szembe mennek azokkal az elvekkel és értékekkel, amivel az Unió rendelkezik, és amiért engedi, hogy ebbe a közösségbe a különböző tagállamok, akik szeretnének belépni, belépjenek. Ilyennel még nem találkoztak. Orbán Viktor viszont azt is vette föl, hogy ahogy a örkény macska játékában mondja Orbánné a tejcsarnokos nőnek, és az hol van kiírva, angyalom? Vagyis hol van ez megtiltva? Sehol. Akkor miért ne csinálhatnám meg? Tehát ő jogilag vív szabadságharcot, és ezzel gyakorlatilag céltér, mert hiszen nincs a másik oldalon semmi.
Nézd, ez nagyon szemléletesen leírható, ez tökéletesen egyetértek. Azzal, hogy tegyük fel a kérdést, az oktatás nemzeti kompetenciába tartozik? Igen. És az oktatás olyan átalakítása, amelyik sérti a diákok, a tanulók, illetve a tanárok és a szülők jogait, az magyar, tehát nemzeti kompetenciába tartozik? Már nem. Ez egy... Na most a Fidesz azt csinálja, hogy ugrál egyik kategóriából a másikra, és így próbálja igazából összezavarni a képet. De mindez csak és kizárólag ideiglenesen teheti meg, és ezen már egyébként már túl, a hábogáson már túl vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.